Köszöntök mindenkit! Ma világszerte a holokauszt áldozataira emlékezünk. Ezt tesszük mi is mai mozaikunk tartalmaival. Az ENSZ közgyűlése 2005-ben január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. 1945-ben ezen a napon szabadult fel Auschwitz-Birkenau, a legnagyobb és leghírhedtebb náci haláltábor. Az egyhangulag elfogadott határozat hangsúlyozza az emlékezés és a tanítás kötelességét, hogy a jövő nemzedékei megismerjék a 6 millió túlnyomó részt zsidó áldozatot követelő náci tömeggyilkosságok történetét. A határozat emellett elutasította a holokauszt tagadást, és általánosságban is elítélte a vallási vagy etnikai diszkriminációt és erőszakot. Az elmúlt évek során az Erdélyi Magyar Televízió Hitélet műsorának munkatársai találkoztak pár a haláltáborokat megjárt erdélyi származású túlélőkkel. Az ő visszaemlékezéseiknek adjuk át a helyet a következő percekben. Erdélyben ritkán és bátortalanul beszélünk a holokauszt civilizációs traumájáról. A tények nyílt feltárása, a korszakkal történő őszinte szembenézés, a kollektív felelősségtudat felvállalása még várat magára. Ennek a folyamatnak az első lépése a túlélőkkel való találkozás, az ő történetüknek a befogadása. A haláltáborokban megélt szörnyűségekről nehéz beszélni, de még akadnak, akik vállalják. Tulajdonképpen én az utolsó 15 évben kezdtem én erről beszélni, és legelőször, mikor beszéltem a közösség előtt volt, mikor a unokám második osztályos volt először. Meghívtak, mikor van a holokauszt, mikor kezdődött, mikor már többet kezdtek beszélni róla minden, akkor elhatároztam azt, hogy ahhoz, hogy valamit tudjak tenni, emlékezni kell és emlékeztetni kell. Ha mi nem visszük tovább, ami történt ez az idő alatt, akkor minden megszűnik. Márk-Elemér Maros megyében Sóváradon született. 1944-ben deportálták, 17 évesen. Bejöttek a csendőrök, és az egész családot összegyűjtötték, és azt mondták, hogy egy óra áll rendelkezésetekre, hogy szedjetek össze, ami van, mert elviszünk. A legnagyobb elképzelhetetlenség, hogy soha senki közülünk nem kérdezte meg, hogy hova visznek, miért visznek. Ez nekem máma a legnagyobb kérdésem, ami a fejembe forog, a holokauszt, ez másik rész, és egy másik. Senki az ég világán nem ellenkezett. Összesen 7550 ember gyűlt össze Marosvásárhely és környékéről, és ezt három csoportba elszállítottak minket Auschwitzba, vagonokba, marha vagonokba, egy vagonba betettek 75 embert, és a felszerelés, az egész felszerelés egy veder hideg víz, másik veder a szennyes víz, aki valakinek kellett csinálni elintézni a magánügyeit. Blum Zoltánt és családját először Szamosújvárról, majd a kolozsvári téglagyárból ültették marha vagonokba, hogy Auschwitzba szállítsák. A táborba érkezés első pillanataiban már megkapta a neki jutó karszámot, melyet mai napig is bőrén visel. Én kaptam Auschwitz 10.919, és a bátyám kapta 10.920. Innen arra, erre a számról kaptál egy nadrágot, egy blúzot, adtak facipőt, adtak valami zokni félét. Ezután már nem volt
se neved, se országod, nem érdekelték semmit. Tehát úgy ment a választás el, hogy nem tudom mondjam, hogy nem lehetett el, nem lehet elbeszélni. Egy percek alatt történt, te ide, csak mutattak a dújaddal, nem beszélt senki a dújaddal. És én egy bátyámmal kerültem jobb fel, és a többiek másfel. Mikor megérkeztünk, kérdettük tőlük, hogy mikor találkozunk a szülőkkel, tetszett, azt mondja, mit beszélsz, azt mondja, amit meg a kéményt. Volt már Auschwitz tőled, ahol én is dolgoztam, nem volt messze Auschwitz. Én magam, hanem elindult, hogy ilyesmi történjen. Hát ilyesmi történjen az emberiségen, hát ez valami borzasztó. Hát már nem is szabad beszélni. Úgy jött ki már most öreg fejjel, magunk között már nem is voltunk emberek, már még állatok se voltunk. Nem lehet elbeszélni, hogy mire képes az ember. Nem lehet ezt elmagyarázni, mire. Hogy ott a csecsemő gyereket öl meg, hogy fog meg is dobd a tűzbe. Amíg van, aki beszéljen a borzalomról, és van, aki meghallgassa azt, ha örök figyelmeztetésül állnak előttünk a három ember öltővel ezelőtt történtek, és nem engedjük múltáporosodni, akkor van reményünk arra, hogy a történelem ne ismételje meg önmagát. Ahogy Kertész Imre írja, Auschwitz óta semmi nem történt, ami Auschwitzot visszavonta, ami Auschwitzot megcáfolta volna. A holokauszt az én írásaimban sosem tudott múlt időben megjelenni. Akik szeretnék megnézni a teljes beszélgetéseket, megtehetik az Erdélyi Magyar Televízió YouTube csatornáján a Hitélet műsort keresve. Tehát az a nemzedék lassan eltűnik, amely tanúja volt a II. Világháború idején lezajlott szörnyű eseményeknek, de velük együtt nem hullhat a feledés homályába a haláltáborok borzalma. A holokauszt ma is napjaink része, és az is kell maradjon. De hogyan változik a generációk során át ez a jelenlét, ez az emlékezet? A ma embere hogyan gondol a történelemes sötét korszakára? Mai vendégem a jeruzsálemi Yad Vashem Holokauszt Múzeum idegenvezetője Szalai Viktor, akit online köszönhetünk egyenesen Jeruzsálemben. Nagy szeretettel köszöntelek, Viktor! Szép jó estét kívánok! Tehát az idők során számos olyan intézmény jött létre, amely a holokauszt kutatásával és emlékezetének megőrzésével foglalkozik. Mit kell tudnunk arról a múzeumról, ahol én már 10 éve, ha jól tudom, idegenvezetőként dolgozol, szolgálsz, és ez itt a szóban forgó jeruzsálemi Yad Vashem múzeum. Mit kell tudnunk nekünk erről? Ugye magát a múzeumot 1953-ban hozták a törvényt, hogy meg kell alapítani. Természetesen egy új országban ez időt vett igénybe, és 1961-re épült meg az első épület, és igazából a Yad Vashem Holokauszt Múzeum nem csak a szörnyűségeket akarja bemutatni, hanem azt szeretné bemutatni, hogy ők emberek voltak, itt egy társadalomról, egy csoportról beszélünk, az életüket előtte, a holokauszt előtt, a holokauszt alatt, és még utána is. Tehát a Yad Vashem egy ilyen összefoglaló, nem csak azt az egyrészt kiemelő, hanem az előtte, alatta és utána való életüket is bemutatja. És hogyan látod, ha az odaérkező csoportok, legyen szó iskolás, de akár felnőtt turista csoportok, milyen holokauszt képpel érkeznek oda a múzeumba, és egyébként hogyan gondolod, mit jelent a ma embere számára a holokauszt? Ez egy nagyon összetett kérdés, mert én dolgozom izraeli fiatalokkal is, ugyanúgy zsidókkal és keresztényekkel, muzulmánokkal, és természetesen magyar vendégekkel is, és ugye mindenkit ez másként érint meg, és másként van benne a fejébe, de sokszor elfelejtjük, hogy még az izraeli fiataloknál is, ugye azért ez már a 3. generáció, de lehet, hogy régebbi, ez egy messzi történet, és nem szabad elfelejteni, hogy a ma Izraelben élő zsidók nagy része, fele mondjuk, nem európai országokból jött, tehát ők nem találkoztak
a holokauszttal, nekik megvolt a saját problémájuk. Tehát náluk is fontos a holokausztról tudni, de nekik megvolt a saját országuk belé problémájuk, üldöztetéseiket. Tehát mindenki másfajta háttérrel jön, és mindenkinek mást kell mesélni, máshogy kell elmesélni, máshogy kell megmutatni, bemutatni ezt a történetet. És igen, tehát azért, mert az még mindig érdekel, Viktor, hogy hogyan látod mindezek mellett, akik belépnek oda, és annak fényében, amiket elmondtál, hogy milyen a ma embernek a képe a holokausztról. Igen, mondtad, harmadik generáció, már egyre távolodunk ettől a szörnyű eseménytől, de mégis mi rajzolódik ki az emberek arcára, vagy akár mi minden esik ott szóba? Ugye először, amikor bejönnek, akkor ezt így egyenesen meg kell mondanom, tehát miért vagyunk itt megint? Tehát nagyon sokat halljuk, nagyon sokszor mutatják, miért kell mindig mutatni, hogy mi történt, mit tettek, nekünk miért kell ezért esetleg felelősséget érezni, mind a két oldalról. És ugye ez a legfontosabb az én számomra is, amikor tartom ezeket a tárlatvezetéseket a Jadvasemben, hogy megmutatni, hogy először is nem csak a zsidókról beszélünk, hanem ugye maga is, a törvény is arról van, hogy a zsidók és kisebbségek. Ezen kívül, ami számomra a legfontosabb, és ugye, hogy az emberek megértsék, hogy miért kell vele foglalkozni, az az, hogy sajnos előtte 20 évvel az örmény népírtásnál 1,5 millió embert öltek meg, és voltak még más népírtások. És mi nem tanulunk belőle, hanem egy 1,5 milliós népírtás után ugye egy 6 milliós következett, és tehát így próbálom felnyitni, vagy az érdeklődésüket felkelteni az embereknek, mert nagyon sokszor tényleg úgy jönnek, hogy érdekel, de nem tudom, hogy mit várjak el a múzeumtól is, mi van a múzeumban, és egyáltalán mit keresek itt. Ez nagyon érdekes, amit mondasz. És említetted már azt, hogy fiatalokkal is foglalkozol, tehát ugye itt legyen szó akár jeruzsálemi fiatalokról. Tehát a múzeum keretein belül hogyan kell elképzelnünk ezeket a programokat, érzékenyítő programokat, nevezhetem így, érzékenyítő program? Nem az az elsődleges cél, ahogy említettem, hogy most mi mindenféleképpen a halált mutassuk be, ami nyilvánvalóan fontos. Tehát amikor a fiatalok eljönnek ide, és legyen ez a helyi izraeli, vagy szoktam időnként dolgozni Magyarországról érkező fiatal csoportokkal, akkor a Jadvasemet nem egy múzeumnak kell elképzelni, hanem egy nagy emlékpark több múzeummal. Tehát amikor oda jönnek, akkor itt a múzeumokban, az épületekben megtalálhatnak művészetről szóló kiállítást is. Tehát, hogy alkottak az emberek, és ez alapján megismerni az embert, a belsejét, hogy a lelkében mi ment végig. Van olyan rész, ahol a gyerekeket mutatja be, azokat a tárgyakat, amiket a gyerekektől vettek el, és ott találtak meg a táborokban, vagy amiket a gyerekek rajzoltak és írtak. És egy-egy ilyen foglalkozás nem csak a múzeummal kezdődik és fejeződik be, hanem természetesen magában az emlékparkban is, ahol nem csak a zsidókról beszélnek, hanem a felszabadító csapatokról, természetesen másfajta áldozatokról is, és ezen kívül előadások is vannak természetesen, tehát ez egy összetettebb 3-5-6 órás program, esetleg kétnapos is. És hogyan látod, tehát ezek a foglalkozások, de akár a tárlatvezetések során, tehát nem kérdés, hogy meg kell erősíteni, vagy nem szabad, hogy eltűnjön az emlékezetből a holokauszt, de mégis hogyan látod, kopik ez valamelyest? Ugye itt említettél érdekes hozzászólásokat, vagy egy tárlatvezetés elején, hogy mi minden elhangzik a turisták az emberek szájából, de hogyan látod, hogy kopik ez az emlékezet, vagy valamelyest a múzeumok által, és akár említettem a történelem könyvek által, sikerül ezt így fenntartani? Természetesen kopik, és ugye, ha már az előbb beszéltünk, hogy milyen foglalkozások vannak, nagyon sok találkozó volt holokauszt túlélővel. És ugye most, ahogy távolodunk már magától a háborútól, a holokausztól, egyre kevesebb, sőt sajnos lassan már azt mondhatom, hogy nem is maradnak holokauszt túlélők. És addig, amíg szemtől szemben tudtak találkozni valakivel, aki el tudta tényleg mesélni azt, hogy mindent át, szerintem ez volt a
legnagyobb fordulópont, és ilyenkor értették meg az emberek, hogy tényleg miért kell foglalkozni. Viszont most, hogy eltűnnek, mondjuk így elnézést, tehát eltűnnek a holokauszt túlélők, nyilvánvalóan így azért kopni is fog. Hiába építünk még múzeumot, egy múzeum nem meséli el a történetet. Főleg vannak olyan múzeumok, ahol bemegy az ember egyedül, akkor nem is fogja megtalálni magát, nem tudja, hogy hova kapja a fejét, mit nézzen. Tehát egy segítség mindenképpen szükséges hozzá, és itt a holokauszt túlélők voltak a legnagyobb segítség ebben. És ugye a felvételek, mint ahogy az első a műsorunk kezdetén a bejátszásból is láthattuk, tehát valóban megrendítő, itt a kanapén ülve is éreztem, hogy azért a hideg végig futkos a hátamon. Én voltam Auschwitzban, illetve Birkenauban is, és valóban, ahogy mondod, ilyent hallani egy túlélő szájából teljesen más. Illetve nem azt mondom, hogy amit ott láttam itt a haláltáborokban, azok nem voltak megdöbbentőek és elrettentőek, és szinte felfoghatatlanok, hogy valóban ez hogy történhetett meg. De valóban, talán így a felvételek által akkor így nem merül ez feledésbe. És tehát most már több mint 10 éve élsz Jeruzsálemben, és már nem csak turistaként élsz ott. Hogyan látod, az ott élő zsidók, vagy akár zsidó turisták, hogyan vélekednek a holokausztról? Hogyan látják ők? Természetesen azért ez egy nagyon fontos dolog, és hogyha turizmusról így beszélünk, akkor a második leglátogatottabb hely mind Izraelben és mind Jeruzsálemben a Siratófal után, ugye a Yad Vashem, a Holokauszt Múzeum, tehát ez nagyon fontos. Sőt, azt itt talán el kéne mondanom, hogy Izraelben a holokauszt nap nem ma van, ahogy a nemzetközi holokauszt napot tartják, hanem áprilisra tették, amikor is a varsói gettófelkelés kezdődött, mert az elején volt egy olyan felfogás, hogy mutassuk be az áldozatokat, hogy ugye mi történt az emberekkel, minden ellenállás nélkül elmennek. Ma azért is nagyon fontos egy olyan országban, ahol hadsereg van, mindenkinek be kell vonulnia, hogy azt mutassák, hogy ez nem igaz, ez nem teljesen igaz, amiről beszélnek. Tehát a zsidók próbáltak ellenállni is, voltak ott felkelések, lázadások, amiből az egyik legnagyobb a varsói gettófelkelés volt, tehát így próbálják összekapcsolni azzal is, hogy egy 70 éves országról beszélünk. A mai napig problémákkal, háborúkkal, tehát nem csak velünk, hanem a szomszédainkkal is, még a háborúban is vagyunk, nehogy megtörténjen, nehogy velményen, vagy nehogy mi átessünk a ló túloldalára, és mi tegyük meg ezt a többiekkel. Tehát ilyen szempontból ezért megvan, ez itt van a fejekben, és fontos arra, tehát az Oktatásügyi Minisztérium a szervezi is az iskolásoknak, természetesen középiskolásoknak, hogy eljöjjenek és megnézzék a Yad Vashemet, nem csak a múzeumot, hanem egy ilyen egész program keretében. Viktor, így beszélgetésünk vége felé haladva, utolsó kérdésem egy személyesebb jellegű lenne. Tehát 20 éve vagy idegenvezető, 10 éve vagy ennél a múzeumnál tárlatvezető. Milyen gondolatokkal vezeted ezeket a tárlatokat, illetve milyen gondolatokkal lépsz be ennek a múzeumnak a kapuján? És egyáltalán hogyan éled meg te mindezeket a kérdéseket? Ez is egy bonyolult, összetett kérdés. Nekem is van kapcsolatom, nem nekem, hanem családomon keresztül természetesen a holokauszttal. De ugye a 10 év alatt én ezt már teljesen máshogy látom, és nekem van ezt egy küldetésnek tartom. És pedig egy olyannak, hogy nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a holokauszttal, ahogy az elején említettem, nem csak a zsidók miatt, hanem ugye itt más kisebbségek, másfajta emberek, akikre azt mondták, hogy nekünk nem számítanak, őket is elpusztították. És nem az első és az utolsó a történelme. Tehát én nem azt szeretném, hogy ezzel foglalkozzon mindenki minden nap. Ezen nőjek, ebből írják a doktorátusokat, hanem én ezt úgy szoktam mondani, egy ajtót szeretnék kinyitni. Mit jelent ez? Hogy például ilyenkor, amikor a nemzetközi holokauszt nap van, akkor ne elkapcsoljanak és egy filmet nézzenek meg. Amikor egy holokauszt könyv kerül a kezükbe, ne bedobják a sarokba. Tehát én nem szeretném azt, hogy most ez legyen az életük értelme és célja, hogy ezzel foglalkozzanak, hanem amikor találkoznak vele, akkor igen, gondolkodjanak el rajta, hogy ez megtörténhetett, megtörténhet velünk, és megtörténhet a gyerekeinkkel. Tehát, hogy ez ne történjen meg nekem, én ezt tartom a legfontosabb feladatomnak.
Tehát mindezek a mondataid mögött félelmet érzek. Mit gondolsz? Miért félünk? Tehát igen, hogy meg ne történjen, meg ne ismétlődjön, de úgy egyébként. Tehát a mai világban is sajnos látom, ott volt a kommunista keleti blokk szétesése, és láthatjuk, hogy mik voltak az országokban ezek után is. Tehát kisebben, nagyobban milyen etnikai tisztogatások vagy politikai népirtások voltak. De a mai napig is ugye Afrikában, Ázsiában ezek eléggé jellemzőek, tehát ezért tartom ezt fontosnak, és hát azért Izrael nem egy ilyen veszélyes ország, ahogy beszokták mutatni, de azért itt is tapasztaltam már, és átéltem azt, hogy az emberek hogyan tudják elveszíteni önmagukat, az emberiségüket, és hogyan tudnak átvedleni szörnyekké. És valóban a bejátszásban a bácsi is mondta, hogy hihetetlen, hogy egy ember mi mindent képes csinálni. Hát Viktor, nagyon szépen köszönöm mai beszélgetésünket. Engedd meg, hogy zárásként egy Pilinszky János kiragadott idézettel zárjam. Mindaz, ami itt történt, botrány, amennyiben megtörténhetett, és kivétel nélkül szent, amennyiben megtörtént. Viktor, köszönöm szépen, hogy beszélgettünk. Vigyázz magadra, vigyázzatok egymásra, és kitartást kívánunk mindenképp a munkádhoz. Nagyon szépen köszönöm, és szép estét kívánok. Viszont kívánjuk! Történelmünk sötét korszaka nem csak a múzeumokban és vaskos történelemkönyvekben örökítődött meg, tehát folyamatosan a jelenbe hozzuk például a művészet. A művészet is feldolgozta és feldolgozza a saját eszközeivel. Mi most a témában készült filmes alkotásokra figyelünk. Mozizom rovatunk következik. Üdvözlöm a nézőket, ma van a holokauszt emléknapja, ezért lássuk, milyen filmes alkotások készültek a témában. Kétségkívül a Nemeseles László által készített Saul fia az egyik olyan holokausztot tematizáló film, amelynek sikerült úgymond megmutatnia a megmutathatatlant. Avagy sikerült úgy bemutatni a kegyetlen történetét, hogy az egyszerűen hatásos lett, és nem lett hatásvadász. A Cannes-i, Oscar és Golden Globe díjas Saul fia címszereplője, Saul Auslander, egyike az auschwitzi krematóriumokban dolgozó szonderkommandósoknak. Társai tudják, hogy bármely pillanatban kivégezhetik őket, ezért fegyvereket gyűjtenek és lázadást szerveznek. Saul viszont az elégetésre váró holttestek között felfedezni véli saját fiát, és ettől kezdve a férfit a menekülés helyett egy másik lehetetlen küldetés illeteti. Elhatározza, hogy kicsempészi a testet, és keres a rabbit, hogy méltó módon eltemethesse gyermekét. A Shoah héberül eredetileg csapást, veszedelmet jelent. Azonban ma inkább a holokauszt szinonimájaként használatos. Ezzel a címmel rendezett 9 órás dokumentumfilmet Claude Lanzmann, amelyet 1985-ben mutattak be. A 10 évig készült dokumentumfilmben a holokauszt túlélői és a koncentrációs táborok náci őrei szólalnak meg. A Shoah nem használ archív felvételeket, csak kifejezetten a filmhez felvett részeket. A kész film pedig magyarázó narráció és feliratok nélkül kerül bemutatásra. A megszólalók közül 30 év elteltével sokan első alkalommal mondják el történetüket. Claude Lanzmann szerint a Shoah nem a túlélésről szól, hanem őt idézve a Shoah nem más, mint tanúvallomás a halálról. Lanzmann nem arra kéri a tanúkat, hogy emlékezzenek vissza a tapasztalataikra, kérdezési technikája arra készteti a kérdezetteket, hogy újra átéljék a múltban történt eseményeket.
Ez volt már a Mozizom, köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk jövő héten is. Jöjjön most a kimenő koszorús Krisztinával, alias Koszikával, nézzük, milyen programokat tartogat még a hét számunkra. Jó napot kívánok mindenkinek! Sziasztok, konnichiwa! Ma január 27-e van, szerda. 1860-ban, ezen a napon hunyt el Marosvásárhelyen Bolyai János, világhírű matematikus. Még egy fontos magyar személyiséget vesztettünk el ezen a napon, 1919-ben Ady Endre, a 20. századi magyar líra egyik legkiemelkedőbb egyénisége hunyt el. Én Koszorús Krisztina vagyok, és a mai kimenőben is belenézünk a következő néhány nap erdélyi kulturális eseményeibe. Tartsanak velem! Bábos ismeretterjesztő videósorozatot indított el az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház Matyi és barátai címmel óvodásoknak és kisiskolásoknak. Matyi rendkívül szerencsés fickó, mert sok barátja van, ez azért jó, mert így sohasem unatkozik, mindenki mesél neki valami érdekeset, amiről lehet, hogy eddig még sohasem hallott. A barátai mindig előállnak egy remek ötlettel és segítenek túllendülni a hétköznapi akadályokon. Minden pénteken 6 órától ingyenesen elérhetővé válik egy-egy újabb rész a színház Facebook oldalán. Rendhagyó talkshow-val jelentkeznek a sepsiszentgyörgyi színészek. A talkshow jellegű sorozat kísérlet a színházi jelenlét kamerák előtti reprodukciójára. Minden beszélgetésnek 3 színész vendége lesz, és a műsorvezető is színész, aki olyan témákat vet fel, amilyenekről meghívottai eddig még nem vallottak a nyilvánosság előtt. Az első beszélgetés február 3-án és 10-én este 7 órától lesz újra látható az eventim.ro platformon 24 órán keresztül. Vencel Péter, Orbán János Dénes Búbocska című ördög musicalje, amely Orbán János Dénes ördög regényéből készült, a Gyulai Várszínház és a Kolozsvári Magyar Opera együttműködésével jött létre. Az előadás megtekinthető online január 28-án este 7 órától. Közreműködik a Kolozsvári Magyar Opera ének, zene és balettkara. Ez volt a mai kimenő, köszönöm, hogy velem tartottak. Legközelebb holnap a megszokott órákban jelentkezem, addig se üljenek tétlenül, olvassanak el egy Ady verset. Kedvcsinálónak itt egy idézet tőle. Nem fogok dühöngeni, filozófálni fogok. Ebben az országban annyira úr a hülyeség, hogy itt már csak filozófálni lehet. Szépeket kívánok, a viszontlátásra! A legfrissebb hírek ajánlója következik. Lovász Ágota kolléganőm már vár bennünket. Szervusz Ágota, milyen hírekkel várod ma a tévénézőket? Szervusz Izabella! Több éves költségvetési ciklusok indításán dolgozik a kormány, jelentette be ma a Florin Kőcu miniszterelnök. Az új koncepció miatt késik az idei költségvetés is, amelyet egy egész reformcsomag kíséretében nyújtanának be a parlamentnek. A kormányfő szerint azonban legkésőbb jövő héten erre sor kerül. Hosszú távra tervez az új sportminiszter is. Novák Károly Eduard szerint a 2032-es olimpiai játékokon Románia a legjobb 15 ország között szerepelhet. Ennek érdekében új stratégia készül. Mutatjuk röviden a mai nap legfontosabb híreit, pontban 7-kor kezdünk. Tartsanak velünk! Pecsét stop! Nem használják a továbbiakban a bélyegzőket a fejlesztési minisztériumban. Noha törvény van a pecséthez ragaszkodó bürokrácia ellen, még mindig sok helyen megkövetelik a bélyegzőt. Holokauszt emléknap. Ma az auschwitzi haláltábor felszabadulásának napján világszerte megemlékeztek a népirtás áldozatairól. Sportstratégia. Visszatenné Romániát a nemzetközi sportnagyhatalmak térképére Novák Eduard, a szaktárca vezetője. Az ezt célzó sportstratégia év végéig készülhet el. Nos, tehát a híradó következik perceken belül, majd az Euronews és utána a sajtóprés. Farkas István kollégám ma este is aktuál politikai kérdésekről fog beszélgetni, este, tehát 8 órától. Alig kezdett felpörögni a hazai oltáskampány, már is behúzták a vészféket. Nincs elég vakcina, 10 nappal halasztják egyes csoportok immunizálását. Mi történt az elmúlt egy hónapban? Mikorra lesz meg a 70%-os átoltottság, ami elengedhetetlen a nyáimmunitás kialakulásához? És mit mutat 11 hónappal az első Covid-beteg regisztrálása óta a járványgörbe? Van-e ok az optimizmusra a számok mögött? És milyenek a számok a gazdasági fronton?
A kormány nem tud nagyot álmodni, az Európai Bizottság kikötése mellett a pénzhiány is rányomja bélyegét a nehezen összeálló költségvetésre. Lorenzovics László orvos közgazdász, Pengő Zoltán gazdasági újságíró és Bálint Csaba a Román Nemzeti Bank igazgató tanácsának tagja a sajtóprésben. Élőben este 8-tól az Erdélyi Magyar Televízióban. Ez volt a mai Mozaik, köszönjük, hogy néznek bennünket. Holnap Ambrus Laura kolléganőm várja önöket, ő a Bagossy Brothers Company két tagjával fog beszélni, annak apropóján, hogy a zenekar Petőfi zenei díjban részesült. Vigyázzanak magukra, a viszontlátásra!